Jó estét kívánok, köszöntöm a hajrá nézőit! Mozgalmas időszakon vannak túl a Deac dárcosai. A hétvégén rendezték a Liga utolsó két kelet-magyarországi fordulóját, ahol a tét az országos döntő volt. A szakosztályból négyen jutottak be a legjobbak közé. Vendégem Kovács Patrik, a keleti régió végső győztese. Szervusz Patrik, köszöntelek a műsorban. Na hát tét nélkül léptél táblák elő az utolsó körben, de megnyerted. Hogyan is zajlott ez, presztízs meccs volt? Hát figyelj, mire gondolsz, a döntőre elsősorban? Nem, egyébként baráttal nagyon szeretek játszani, viszont fontos az, hogy ki tudjam zárni, hogy kivel is állok szembe. Próbáltam arra koncentrálni, hogy minél jobbat dobjak a táblába, és ez szerintem sikerült is, mert mind a ketten magas átlagot dobtunk, és élvezhető döntő volt. Nem én mondom, a többiek, akik nézték. Két fiatal játékosról van szó, ugye te is, és Bence is, Olá Bence is nagyon fiatalok vagytok még. A Deac szakosztályára ez a fiatalság, ez a fiatalos lendület jellemző, hogy egy-egy ilyen nagy versenyben is az ifjabbik korosztály találkozik a döntőben? Azt gondolom, hogy igen, főleg ebben az időszakban, viszont ugye a Debrecen Egyetem támogatásával minden olyan versenyre tudunk készülni, és ezáltal fiatalokat tudunk toborozni a csapatba. Ilyen volt ugye vasárnap is a döntőnk, ahol Bencével tudtam játszani. Emellett még ott van, akik egyetemisták, Varga Dániel, Aranyi Marcell csapattársaim, és rájuk is tudunk számítani ezekben a helyzetekben. A csapatbajnokságon például egy csapatot tudunk alkotni, de van persze idősebb korosztály is, aki kiegészít minket. Mit kell tudni egyébként erről a kelet-magyarországi sorozatról, erről a ligáról, mennyire komoly verseny, mennyire erős a mezőny, és ebben a mezőnyben a Deac egyébként milyen helyet foglal el? A Deac ugye most a legjobb 8 között 4 játékosát képviselhette. 3 csapat rendezte idén ezt a ligafordulót, ezeket a ligákat Kelet-Magyarországon. Az egyik a Golden Bulls, a másik azok mi voltunk, a Deac, és harmadik a Nyíregyháza. Folyamatosan havi szinten voltak versenyek, egyik itt, másik ott, ugye utazással is meg kellett oldanunk ezeket a versenyeket, és ahogy mondtam, ugye a Deac az 4 játékos tudott kvalifikálni a döntőre, ami majd novemberben lesz Pesten. Reméljük, hogy minél jobb eredményt fogunk tudni elérni. Emellett ugye ez egy 12 fordulós versenysorozat volt, azért a párosban is rendszeresen megmutattátok magatokat. Párosban mennyire szeretsz játszani, akár ebben a ligában is, mennyivel másabb, mint egy egyéni verseny, amikor ugye csak magadért küzdesz? Tempójában más a páros. Minél jobban tudunk felkészülni, például Marcival vele szoktam a legtöbbet indulni. Nyáron volt egy Fodor Andrissal, és ő is egyetemista, és ő is ugyanúgy fiatal. Hát figyelj, a tempóban más a páros, az ugye az egyénibe, ahogy ledobja az előző játékos, utána már is jössz, viszont a párosban annyival másabb a helyzet, hogy 3 játékos dob előtted, és csak utána, tehát ott van, hogy 1 perc is eltelik, miután te fogsz dobni, és az a 3 nyíl azért elég fontos, hogy hogyan tudod lendíteni a csapatot tovább, és mennyire tudod húzni azt. Visszatérve ugye az egyéni versenyre, a 8 bejutottból 4-en vagytok a Deac játékosai. A szakosztályról néhány szóban mit kell tudni, mennyire fejlődtük, ugye az egyik legfiatalabb szakosztály vagytok a Deac családnak. Mennyire dinamikus a felépülésetek, mennyire vagytok jó úton, tényleg, hogy látod ezt a hazai, de a régiós Deac, a régiós dárc életben mennyire vagytok előkelő helyen? A csapat bajnokságban meg tudunk nyilvánulni, ugye 60 nevezőből tudtunk ötödikek lenni egy-két hónapja augusztusban Pesten. Ez szerintem eléggé azt mutatja, hogy felfelé ívelünk. Jelenleg a harmadosztályban játszunk, és szerintem nem odavaló a csapatunk. Ez mutatja azt is, hogy legutóbb 3-ból 3 győzelmet arattunk itt Debrecenben. Az egyik egy 18-0-ás győzelem volt, tehát szerintem nem a harmadosztályban valóak vagyunk, viszont az, hogy mennyire megyünk felfele, az tőlünk is függ, és az edzések számától is, mennyit teszünk ebbe, mennyi a belefektetett munka. Ez természetesen egyénektől is függ, és utána tudunk egy csapatot kovácsolni. Ha már a belefektetett munkát is kiemelted, nálad ez hogy néz ki? Napi szintű gyakorlás. 1 óra, 2, 3, akármennyi, amennyit meg tudok magamnak engedni a tanulás mellett. Barátokkal össze zörrenünk, és akkor tudunk együtt játszani. Ilyen lesz például a ma estém.
nyilván jó ebben a sportágban, hogy nagyjából időjárástól függetlenül is lehet ezt űzni. Hamarosan pedig ugye következik a nagy döntő, amit ugye az ország legjobbjaival fogsz megvívni. Ott lesz ugye Takács Gábor, Végső János, a névrokonod Kovács Patrik, aki majd a World Cup-ba fog minket képviselni, a magyarokat. Oda mennyivel kell másabb készülés? Vagy ott az esélytelenség, hogy is mondjam, nem, ez rossz szó talán, tehát a nyugodtsággal tudsz oda menni úgy, hogy nem te vagy talán a fő esélyes, ennek talán van valami kis hozománya, vagy pedig tényleg gondolhatunk arra is, hogy valami bravúr győzelem, bravúr produkció lesz a részedről. Igen, hát volt szerencsém már velük játszani, nem egyszer, és akkor ugye az esélytelen nyugalmával tudtam a tábla elé állni. Próbáltam mindent beleadni, ez nyilván nem a leghosszabb meccsek, amik történnek, tehát valamikor 10 perc, valamikor 20-30, attól függ, mennyire tudod játékba tartani magad, azért nem vagyunk egy szinten ezekkel a játékosokkal. Kérdezted ugye a készülés, hogyan készülök ezekre a versenyekre? Gyakorlatilag ugyanúgy, tehát ahogy egy focista egy mérkőzésre felkészül, belefektetett energiával, csak úgy lehet meccsekre készülni, és akkor, hogy mi dől majd el azon a meccsen, az majd kiderül akkor, amikor játszunk. Habár ugye nagyon fiatal vagy még itt a sportágban, és egyébként is ezen nagyon éretten gondolkozol a magáról, a dartsról, és itt erről a pályáról is. Esetleg, ugye profi játékos most Magyarországon jelenleg nincsen, aki ebből él. Fiatal vagy, előtted van még az út, a lehetőség, gondolkozol-e ilyenekről, Patrik, hogy ne találtál majd egyszer, ez lesz a, amivel keresed a kenyeredet? Hát jó lenne, igen. De ez természetesen minél több gyakorlást igényel, és olyan eredményeket, amiket még én se várhatok el magamtól. Van, amikor már magamat is meg tudom letni azt, hogy egyes helyzetekben milyen jól tudtam szerepelni. Ilyen volt például Szombathelyen egy bemelegítő torna a másnapra. 79 emberből sikerült ötödiknek lenni, ahol a későbbi győztestől kaptam ki. Vannak szerencsére ilyen eredmények, amikre tudok büszke lenni. Ilyen például a Magyar Dárc Liga első helyezés most összetettben. Szerinted ezáltal egyébként az országos ellenfeleid felfigyelnek rád, készülnek majd rád konkrétan? Nem tudom, hogy mennyire ismeri egymást a közeg. Ugye mi eléggé régiókra vagyunk szakadva, hogy ezt a Magyar Dárc Liga is megteszi, hogy Kelet-Magyarország vagyunk mi, és akkor az összes többi a mások. Nem tudom, hogy mennyire tudok mondjuk én megismerni egy győri játékos, mert maximum a nevéről, hogy egyszer csinált egy nagyot, mondjuk dobott egy 9-nyilas edzésen, vagy akár versenyen, ahogy ezt tette a második helyezett most Fejszák László barátom. Azóta ugye mindenki felfigyel rá, és várja tőle a jó eredményt, ez lehet, hogy inkább nyomást tesz a vállára, mint sem azt, hogy ő tud jól szerepelni. Viszont nagyon jókat játszottunk, és innen is üdvözlöm. És akkor ugye november közepére nagyon kell koncentrálnunk majd a döntő napjaira. Igen. Bármilyen kitűzött célod van-e? Helytállni. Először is tisztes helytállás. Remélem, hogy minél többet és jobbat tudok teljesíteni. A csapattársaimnak szintén fogok drukkolni, biztos, hogy együtt fogunk menni. Nagyon jó élmény egy ilyen nagyobb versenyen szerepelni. A szombathelyi dárc hétvége ilyen volt, péntek, szombat, vasárnapon tudtuk magunkat megmérettetni, és ez is minket hozzászokatott ahhoz, hogy szokjuk ezt a közeget, és minél jobban tudjunk ebbe a dárc elitben szerepelni. Olyasmi a hangulat, mint a nemzetközi versenyeken? Hát nemzetközi versenyeken még nem voltam, majd szeretnék oda is eljutni. Tavaly még amatőr szinten voltam, most beléptem ebbe a szakákba, hogy megmérettessem magamat a legjobbakkal, a régió legjobbjaival, és akkor most, hogy ezt sikerült behúzni, szerintem majd innen már csak felfelé lehet út. Köszönjük szépen, remélhetőleg, hogy tényleg így lesz, és még sokat hívhatunk ide a stúdióba a szép eredmények miatt. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, ennyi volt már a Hajrá, számítunk Önökre a következő héten is a viszontlátásra.